Kedves nézők, még egy július 14-i program, illetve hát akár egyszerre mind a kettőt is megtekinthetik majd, hiszen Mária Pocstól nem is nagyon sokat kell utazni Sóstóig. Podlovics Lajos a vendégünk, szia! Szia, egy újabb nagyszerű rendezvényre készültök. Hát nyilvánvalóan a nyár ugye az a ti időszakotok, úgyhogy ilyenkor aztán abszolút belehasítottok a programok szervezésébe. Nos, akkor július 14-e úgy gondolom egy nagyon különleges nap lesz. Egyrészt gasztronómiai, másrészt pedig hát nem tudom, vízijármű szempontból? Hát mind a két szempontból egyébként különleges. 3 éve indítottuk el ezt a versenysorozatunkat, inkább egy ilyen játéksorozatnak mondanám én ezt a dolgot, ami ugye Sóstói Sárkányhajó Fesztivál és Barkács Bogrács Amatőr Főzőverseny névre hallgat. Hát hála Istennek már odáig jutottunk, hogy most már gyakorlatilag a nevezéseket az nem is nagyon kell kiírni a nevezést, mert már maguktól jelentkeznek a csapatok, akik korábban elindultak ezen a rendezvényen. Most is még a héten került ki a honlapunkra a versenyfelhívás, de már előtte betelt gyakorlatilag, úgyhogy igazániból formaság volt a dolog, a nevezők listája. Na, hogy van egy limit? Van, persze, hát azért nyilván mondjuk sárkányhajú csapatból sem tudunk mondjuk 100-as nagyságrendbe fogadni, tehát egy ilyen 15 csapatig tudunk fogadni versenyzőket. Azért az elég időigényes ez a verseny, mindazontól, hogy egy nagyon látványos versenyről van szó. A főzőverseny ugyanez, ugye a hely azért korlátozott, tehát ott is 15 csapatban maximalizáltuk a versenyzők számát, ami igen, szóval most már 3. alkalommal rendezzük meg ezt az egész eseményt, és az a jó, hogy mind vízen, mind pedig száraz földön talál látnivalót, és hát kalandot, kikapcsolódást az arra járó vendég, meg hát maguk a csapattagok is nagyon jól érzik magukat. Ez hogy működik, hogy van egy ilyen egészséges rivalizálás, és egyszerűen minden évben ott akarnak lenni ugyanazok az indulók, és le akarják egymást nyomni, akár a barkács bográcsolók, akár a sárkányhajósok? A sárkányhajósok között van, ez így van, sőt, ez a sárkányhajózás ez egy egyre nagyobb őrület. Én azt gondolom, hogy mi pont jókor nyúltunk így bele néhány évvel ezelőtt ebbe a történetbe, mert most már bármerre az országból hallom, hogy sárkányhajó versenyeket rendeznek, van olyan hétvége, amikor az országban nem lehet sárkányhajót bérelni, de ilyen 200-300 kilométeres körzetben nem lehet sárkányhajót bérelni, mert minden vagy itt van, vagy a Tiszán van, vagy valahol másutt van. De mi a titka ennek? Az, hogy ez egy nagyon-nagyon jó verseny, csapat összekovácsoló jellege van az egésznek, ugye együttemre együtt kell mozogni, együtt kell húzni, a víz közelsége az szerintem jó, az az emberrel egyidős, hogy az számunkra egy pozitív dolog, és való igaz, hogy óriási csaták vannak ebből most már, ebből a sárkányhajó sztoriból. Hát egészséges, jó, látványos, tehát miért is ne lenne ennek létjogosultsága, vízünk van, hála Istennek, úgyhogy utcú lehet csinálni. És a főzőversenyén is ez van, hogy egyre komolyabb dolgokkal neveznek, sőt a tavalyi versenyünket egyébként egy hamburger nyerte, pedig ez egy bogrács verseny, de ugye mi nem nagyon szabunk azért határt, hogy most csak üstbe lehet főzni, vagy hogy lehet főzni. Ők kitalálták maguknak ezt a dolgot, és hát nem mi a magunk eszétől zsűriztünk, hanem hát egy mesterdíjas, van ez díjas szakácsunk volt, szakácsmesterünk volt, Szoboszlai Gyula, aki végigkóstolt mindent, hát azt mondta, hogy gyerekek, itt most lehet, hogy az a neve a versenynek, hogy bogrács verseny, de ez a legjobb. És hát akkor nekiadtuk a díjat, mert ő volt a legjobb. Úgyhogy... És most is Gyula kóstolgat? Igen, Gyula fog kóstolgatni, úgyhogy megint eljön, de szigorúan olyankor előveszi a szigorúbb nézését, és van olyankor... neki. Igen, különösen, hogyha ételekről van szó, és azt gondolom, hogy ez így jó. Tehát az egész napnak megvan a játékossága, a barátsága, a kedvessége, a lazasága, és mindazon túl azt ne felejtsük el, hogy egy szabadtéri rendezvény, ami azért egy komoly díjakért is megy, mert ugye díjak is vannak, és egyre komolyabb versenyé kezd ez válni. És csak Gyula kóstolgathat, vagy a járókelők is? A járókelők is kóstolgathatnak, igaz, hogy ők ezt pénzért tehetik meg, de hát nyilvánvalóan, mint minden rendezvénynek, ugye kell egy ellenlába is, hogy legyen ezt a bevételre. Így tudunk szerteni, illetőleg egy-két szponzorunk van, akinek nagyon köszönjük a segítségét, hogy ez a rendezvény megvalósulhat, és hát sok munka van mögötte, de mondom még egyszer, tehát 15 féle ételt lehet majd kóstolni, én azt gondolom, hogy a járókelők is majd elégedetten fognak távozni a nap végén. Hát a júni
június azért nem volt annyira nagyon nyárias. Az de nagyon rossz volt, igen. Az elég rossz volt, de hát most az időjárásra ugye panaszkodhatunk, csak nem nagyon tudunk ellene sokat tenni. De azért most úgy látom, hogy tényleg szép hétvége elé nézünk, és a jövő hét is nagyon klassz lesz. Viszont Sóston rengeteg ember van. Nem tudom, hogy kell-e reklám például, vagy kell-e a nézőket invitálni, akár a strandra, akár a környékre, mert mindig én úgy látom legalábbis, hogy nagyon sokan vannak. Ti hogy látjátok, szakemberek ezt? Hát menjünk sorba. A június az maga volt a tragédia fürdő szakmai szempontból. Hát pont a budapesti fürdők, akik hát nyilván most nekünk nem mérvadó, de azért csak egy visszajelzés. Ők panaszkodtak, hogy volt olyan fürdőjük, ahol 50%-kal esett vissza a tavalyi bázishoz képest a forgalom. Nálunk azért ekkora esés nem kellett, hogy elkönyveljünk, hála Istennek, de nem állunk jól vendégszem tekintetében, ezt el kell ismernünk. Nincs óriási lemaradásunk, de hát azért ez a július sem kápráztat egyelőre bennünket ilyen 35 fokos kánikulákkal, ilyen 27-28-30 fokok kiegyensúlyozottan a következő két hétben látszanak. Ez látszik, hogy ha 28-30 fok van süt a nap, akkor jön a vendég. Nekünk igazániból mindig mondom, a 35 fok az igazi, mikor a május azért az elég veszedelmes. A május az jó volt, csak az még nem nyári szünet. Igen. Tehát ugye az még aktív iskolai szezon, tehát ott még ugye nem nagyon lehet számítani. Hétvégeken persze szépen jöttek a vendégek, azzal nem volt baj. De bízunk a júliusba és az augusztusba, úgyhogy nincs még elveszve ez a meccs, hát bízunk benne, hogy sok vendég fog még jönni. Én azt gondolom, hogy így lesz. A reklámra pedig visszatérve a kérdés második részére, arra mindig szükség van. Tehát olyan reklámzaj van, már ha csak a fürdőket veszem alapul, Magyarországon 550 fürdő működik, mindenki ki akar tűnni valamivel, mindenki meg akarja mutatni magát. Tehát kell a reklám. Ez egy folyamatos munka, ez a turizmus vendéglátás, hogy ide csalogassuk a kedves vendégeket. Ebben nagyon sok munkája van a városnak, a TDM-nek, az együttműködő attrakcióknak, hogy Nyíregyháza és Sóstó gyógyfürdő azért tényleg közkedvelt hely legyen. Mindenhova megyünk, mindenhol próbáljuk megismertetni a mi értékeinket, folyamatos fejlesztések vannak, és hát azt gondolom, hogy így lehet előre menni és kitűnni a sok-sok attrakció sorából. Így van, azt gondolom, hogy igen, hogy említetted, de valóban például az egyedülálló állatparkunk azt gondolom, hogy szintén nagyon sokat segít abban, hogy a Sóstó valóban egy látványos és mindenki által áhított turisztikai célpont legyen. Nos, hát akkor imádkozzunk a 35 fokokért, én is úgy vagyok vele, hogy ha nyár, akkor inkább legyen meleg, mert hogy igazándiból az ember úgy érzi jól magát, és akkor szeret jó nagyokat csobbanni, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy sok kulturális programmal és szórakoztató különleges programmal várjátok az érdeklődőket. Július 14-e, hány órakor érdemes kilátogatni? Egyébként erről még nem beszéltünk. A sárkányhajó verseny az 10 órakor kezdődik, maga előtte a regisztráció, de ez a csapatoknak az egy külön história, tehát 10 órakor indul a verseny, és 10 órakor indul majd a főző verseny is. Hát én azt gondolom, hogy az ügyesek már olyan 1 óra körül készen lesznek, az ételükkel délután 3-kor van az a pillanat, amikor zsűrizni fogunk majd. Jó. Aztán pedig estig mindenféle szórakoztató programok, tehát ott azért estében nyúlóan koncertek lesznek, jön a Szabolcs Néptánc Együttes, BMX Extreme bemutató lesz, lesz egy hát egy helyi új arc, a Szia Anyu zenekar, aztán jön a Mojo Man nevű zenekar, jön a Polip Együttes, úgyhogy egy színes napnak nézünk. Ne jó, hogy megkérdeztem, mert ezt majdnem elhallgattad. Igen, nem szerettem volna. Reggeltől egészen késő estig. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, kellemes hétvégét kívánunk. Köszönöm most erre a hétvégére kívánom. Is.